A 2023-as év meglehetősen gyengén sikerült a lakáspiacon, 9 éves mélyponton zárt a forgalom, utoljára 2014-ben volt hasonló mennyiségű 100-110 ezer adásvétel Magyarországon. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy egy ilyen mélypont után mindig egy felívelő időszak következik. Erre minden esély meg is van, hiszen akik most szeretnének vásárolni, kedvező feltételeket találhatnak. Csökkennek a lakáshitelkamatok, elindult az új lakástámogatási rendszer, a meglévők pedig kibővültek. Ezek hozadéka pedig már most látszik, az ingatlan értékesítőknek nem csendesen kezdődött az új év. Január első napjaiban padlógázzal indított a lakáspiac, hiszen decemberben már egy 15%-os élénkülést láttunk a keresletben, ennyivel több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra az előző év decemberéhez képest. Január első napjaiban pedig 20%-kal bővült éves alapon az érdeklődések száma. Ez alapján arra számítunk, hogy az első negyed év különösen erős lehet a lakáspiacon, részben a bepótlandó adásvételeknek és a lakástámogatások indulásának köszönhetően, majd valószínűleg a második negyed évtől veszi fel az utazó sebességet a lakáspiaci forgalom, ami élénkebb lesz valószínűleg a 2023-as évnél, de még elmarad a 2021-es év forgalmától. A változás pedig nem csak a vásárlások számában lehet jelentős idén, hanem azok értékében is. Budapesten stagnál a négyzetméter ár, ott 950 ezer forint, ettől viszont egyre kevésbé tér el a vármegye székhelyek átlagos négyzetméter ára, ami jelenleg 690 ezer forint. A kisebb települések árai 350 ezer forinton állnak jelenleg, azonban mivel a támogatások egy része ezekre a településekre érvényes, az első nagy ingatlan adásvételi hullám itt indulhat meg. Ez pedig jelentősen megnövelheti majd az év során az agglomeráció ingatlan árait. A Szabolcs-Szatmár-Beregi ingatlan árak azért érdekesek, mert az egyik legnagyobb motorja a piaci forgalom élénkülésének a csok. Csok pluszban keresendő, és azt már az előző évek tapasztalata is megmutatták, hogy a keleti ország részben Borsod-Doboj-Zemplén vármegye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye volt az, ahol a legnagyobb arányban vették igénybe az állami támogatásokat az ingatlan vásárlásokhoz. Ez azt is előrevetíti, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis települések árai lendületet kaphatnak, fölfelé, tehát akár 10-20%-os drágulás sem zárható ki, és ez fölzárkóztathatja a vármegye ingatlan árait a többi országrész ingatlan áraihoz. Már most is Nyíregyházán több mint 500 ezer forint az átlagos négyzetméter ár, ami nem tekinthető különösen drágának, de olcsónak sem a vármegye székhelyek rangsorában. Ez további növekedés számítunk ezen a téren 2024-ben. Az albérlet piacon azonban nem várható nagy változás, legalábbis ami a darabszámot illeti. Nyíregyházán jelenleg 110-120 ezer forint a bérleti díj, az infláció okozta jövedelem növekedés viszont ezt is feltolhatja. A 3-4%-os reálbér növekedés miatt nem kizárt, hogy évvégére már 130 ezer forint lesz az átlagos bérleti díj Nyíregyházán.